Kollégák, a szervezők nevében sok szeretettel köszöntök mindenkit a 2020-as évi HSPACE konferenciánk nyitó rendezvény előtti nyitó eseményén. Nagy öröm számunkra, hogy a Magyar Asztronomiai Társaság ismét szervez egy kerekasztal beszélgetést. Én Bacsárdi László vagyok, a konferenciát szervező bizottságnak a társelnöke, és az előzetes programban hirtattunk róla, egy magyar nyelvű kerekasztal beszélgetéssel indítjuk a programot. Ez a kerekasztal beszélgetés 13:50-13:55-ig fog tartani a terveink szerint, és ezt követően 2 órakor átváltunk angol nyelvre, és onnétól kezdve angol nyelven fogjuk megnyitni a konferenciát, és lesznek a különböző előadások. Úgyhogy én ezen a ponton szeretném bemutatni a kerekasztal beszélgetésnek a házigazdáját, Botelőd urat, a Magyar Asztronomiai Társaságnak az elnökét, és felkérni arra, hogy a következő beszélgetést, pódiumbeszélgetést itt moderálja számunkra. Köszönöm szépen! Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket, és nagyon hangos ez, és mivel rövid az időnk, ezért rögtön kezdeném azzal, hogy bemutatom a beszélgetés résztvevőit, Horváth András Ferencet, az Asztronautikai Társaság tiszteleti tagját, nem kell fölállni, és Zsombok Gábort, a Galileo Webcast szakkommentátorát, és egyúttal a Galileo Webcastnak pedig köszönjük szépen, hogy rögzítik, és az utókor számára hozzáférhetővé teszik ezt a beszélgetést. Ugye eredetileg itt egy másik témáról szerettünk volna beszélgetni, de aztán úgy alakult, hogy az 50 percbe azt kár lett volna belezsúfolni, az majd egy külön rendezvény lesz márciusban, a MANT tagjai kapnak róla értesítést. Úgyhogy itt most a magánűrhajókról beszélünk. Elsősorban a magánűrhajóknak 2 fajtájáról, de előtte azt szeretném kérni Gábortól, hogyha lennél olyan kedves, egy röviden összefoglald azt, amiről ma nem beszélünk. Tehát azokat a magánűrhajókat, amik biztos, hogy magán, nem biztos, hogy űrhajó, de biztos, hogy nem beszélünk róluk. Idő hiányában nem tudunk szót ejteni a szuborbitális emberes űrrepülésekről, amelyek évek óta a jövőre kezdődik stádiumban vannak. 2 céget lehet megemlíteni, a Virgin Galacticot és a Blue Origint. Fokozatosan haladnak előre, és mindig 1 év, fél év van hátra az emberes repülésig. A Blue Origin és speciál ez most körülbelül 4-5 repülés múlva állapotban van. De a mai beszélgetésünk elsősorban az orbitális magánűrhajós repülésekre vonatkozik, azon belül is főleg a nemzetközi űrállomás ellátására fogunk fókuszálni. Jó, köszönöm szépen, Gábor. Na most, amiről viszont beszélünk, ugye ez a történet, ez igaziból hát 2011 nyarával kezdődik, amikor az űrrepülőgépek leálltak, és hát megoldatlanná vált amerikai részről a szállítás, egyrészt a teherszállítás, másrészt az emberek szállítása a nemzetközi űrállomásra. Így aztán nyilván mondhatjuk azt, hogy bölcs előrelátással, de hát inkább azt, hogy jobb későn, mint soha, megkötötték az első kereskedelmi szállítási szerződést, űrszállítási szerződést 2008. decemberében, ugye, és aztán ezek az űrhajók, a teherűrhajók el is indultak, és azt mondjuk, hogy ma már ezek rutinszerűen szolgálatban vannak, és szolgálják ki a nemzetközi űrállomást. De most ezekről az űrhajókról beszéljünk egy kicsit, hogy mire jók ezek, körülbelül mit tudnak, és mennyi terhet tudnak ezek fölvinni az űrállomásra évente, vagy 100 évenként, vagy ahogy gondolod. A nemzetközi űrállomásnak jelenleg körülbelül évi 25 tonna az a rakomány igénye, amit fel kell vinni. Ez pár tonnával változik. Alapvetően körülbelül 2-3 tonna víz lélegzéshez, iváshoz, másfél tonna körüli az élelem, körülbelül 7,5 tonna üzemanyag volt, amikor az űrállomás elkészült, azonban azzal, hogy az űrállomás pályáját azóta megemelték 80 kilométerrel, ebből a 7,5 tonnából 5 tonnát le lehetett faragni, tehát most jelenleg évi kb. 2,5 tonna üzemanyag kell az űrállomás pályán tartásához.
Ezt három Progress teherűrhajó biztosítani tudja. Az üzemanyag alapvetően a Progressek feladata. Tavaly demonstrálták először, hogy amerikai teherűrhajók is szükség esetén részt tudnak venni az űrállomás pálya emeléseiben. Ezt egy Saigonszal demonstrálták. Itt ugye meg kell oldani az együttműködést az űrállomás és a teherűrhajó rendszerei között pályaemeléskor, tehát ez egy feladat. A rakomány legnagyobb része az hermetikus rakomány, tehát normál légköri nyomás alatt kell, hogy legyen, és a tudományos kísérletekhez kell. Ami érdekességet még el lehet mondani erről a rakományról, hogy nem túl sűrű, tehát egy tonna rakomány átlagosan kb. 4 köbméter helyet foglal el, tehát sok esetben a térfogat fontosabb, mint a tömeg. A teherűrhajók feladatai ennek megfelelően is vannak megosztva. Jelenleg azt lehet mondani, hogy ha egy átlagot nézzünk, akkor a nemzetközi űrállomás évente 3 Dragont, 2 Cygnus és 3 vagy 4 Progress teherűrhajót fogad. Mindezek mellé jelenleg átlagosan évente 4 Soyuz űrhajót fogad, mivel ugye 6 fős személyzetek vannak, amik 2 Soyuzba férnek be. Igen, majd az emberek szállítására és a cseréjére visszatérünk még. Most elkezdődött ennek a teherszállításnak egy második szakasza. Van-e ebben valami lényeges eltérés az előzőekhez képest, az első szakaszhoz képest, vagy pedig csak egy kicsit megnövelték ezt, kicsit azt? Alapvetően kicsit megnöveltek ezt, kicsit azt, behoztak egy harmadik teherűrhajót, hogy a meglevő kapacitásokból akkor se veszítsenek, hogyha a kettőből valamelyik kiesik. Alapvetően 2 teherűrhajót használtak az amerikaiak, a SpaceX Dragont és a most már Northrop Grumman Cygnust. A Cygnus inkább, tehát az csak belső térben elhelyezett hermetikus rakományokat visz, és általában a nagy térfogatú dolgokat pakolják bele. A Dragon viszi a többit, illetve a Dragon viszi az űrállomás külsejére való rakományokat, az új kísérleti műszereket, illetve a pótalkatrészeket. Ugye a mostani Dragon az egy lítium-ion akkupakot fog fölvinni egy meghibásodott helyet. Az első Dragon 2-es pedig ugye a Bishop kis teherzsilipet fogja elvinni, ami nem egy állami program, hanem a Nenorex nevű vállalatnak a teherzsilipje, amit az egyik amerikai modulhoz fognak kapcsolni. Ez ugye várhatóan augusztusban mehet legkorábban. Azzal, hogy még egy teherűrhajót bevettek, biztosították azt is, hogy tehát a Dream Chaser egy nagyon érdekes kis valami olyasmi, mint amilyen a Hermész lehetett volna, ha az Európai űrügynökség ezt komolyan gondolja. Van egy űrsikló alakú, repülőtest alapú visszatérő egysége, és egy tehermodulja, amiben hermetikus rakományt is és külső rakományt is tud szállítani. És ezzel, hogyha valamelyik teherűrhajó esetleg kiesik valami rakéta probléma miatt, a másik kettő már képesség csökkenés nélkül tudja ellátni továbbra is az űrállomást, tehát nem csak az alap hermetikus rakományt, hanem mindenfajta rakományt el tud vinni. Mikortól állhat üzembe a Dream Chaser? 2021. július. 21. július, és azt csak olyankor fogják használni, hogyha valamelyik kiesik, vagy pedig akkor 3 teherűrhajóra osztják szét a feladatokat? Szétosztják 3 teherűrhajóra. András? Én szeretném hozzátenni, hogy van egy űrhajó, aminek említett a nevét, de ilyen amerikaiasan, a Cygnus teherűrhajó, ami rendszeresen szállít föl terhet. A NASA úgy döntött, hogy a Cygnus teherűrhajót alakítsák át. Ez amelyiket leggyorsabban lehet átalakítani a holdi lakomodulnak, tehát ez lesz a holdi űrállomás lakomodulja. A Cygnus teherűrhajó, de ennek is készül majd egy személyzetes változata. Jó, köszönöm szépen. És akkor csak nézzünk egy pillanatra előre az űrállomás küldetésének a végéig. Várható-e még új szereplő belépése?
teherűrhajók tekintetében? Teherűrhajók tekintetében nem. Ami változás még lesz, hogy idén az utolsó hagyományos felépítésű japán teherűrhajó felmegy, a 9. A 10. japán teherűrhajó már egy továbbfejlesztett változat lesz, amiből annyit lehet tudni, hogy 2024, tehát 2022-ben, 23-ban és 24-ben biztosan megy egy. A 2024 utáni állapotok még nem biztosak. Ezt a kapacitást viszont a Dream Chaser például ki tudja váltani szükség esetén. Egyébként ez a harmadik, tehát ez a harmadik teherűrhajó, amire az amerikai szegmens aktívan támaszkodik, ez a japán HTV, vagy ahogy angolosan mondják, ugye HTV. A nagyméretű külső terheket általában erre szokták pakolni, illetve a legnagyobb méretű belső terheket, a legnagyobb méretű teherajtót is ezt tudja produkálni. A Dragonnak szintén van nagyméretű teherajtaja, de ezt nem szokták kihasználni, illetve a Dragon 2-esnél még annyi lesz az eltérés, hogy az nem robotkarral csatlakozik, hanem automatikusan dokkol, ami azt jelenti, hogy a teherajtó helyett az személyzeti átszállóajtót fogják használni, tehát a kisebb méretű rakományok, a 48x48 centis teherzsákok fognak rájutni, a nagyobb 97 centis teherzsákok azok maradnak a Cygnusra, a Dream Chaserre és a japán HTV-re. Jó, igen, András, még ehhez a teherűrhajókhoz. Ehhez a téma az, igen, az oroszok is fejlesztenek egy hát, mit tudom én, új teherűrhajót, tehát a Progressnek egy friss változata is lesz, tehát az is megy majd nemzetközi űrállomásra. A pillanatnyi tervek szerint 2025. december 31-ig fogja az amerikai kongresszus finanszírozni a nemzetközi űrállomás programját, utána pedig aki kapja, marja. Oké, köszönöm szépen. Akkor most térjünk át az emberszállító magánűrhajókra, tehát arra a két amerikai magánűrhajóra, ami most már úgy kilátásban van, hogy űrhajósokat fog szállítani a nemzetközi űrállomásra. Ugye itt kötöttek egy úgynevezett kereskedelmi űrszállítási szerződést két vállalattal 2014. szeptemberében. 6,8 milliárd dollár összegben. Itt mindjárt fölmerül az első kérdés, és erről mondjatok véleményt, hogy ugye 2004-ben a Columbia katasztrófája után elhatározták, hogy leállítják az űrrepülőgép flottát. Akkor már lehetett tudni, hogy tehát egy idő után űrrepülőgéppel nem lehet űrhajósokat vinni az űrállomásra. Akkor mi tartott 10 évig azon, hogy rászánták magukat ennek a kereskedelmi emberes űrszállítási szerződésnek a megkötésére? Hát a pénz és a politika játszott alapvetően szerepet. A kereskedelmi emberes űrprogram már ennél hamarabb elindult, már 2010-ben elindult, azonban ennek a különböző változatait 2015-ig az amerikai kongresszus nem volt hajlandó teljes mértékben megfinanszírozni, tehát az első 5 évet csökkentett finanszírozással csinálták végig, ami egy körülbelül 2 éves tolódást okozott. Ezen felül még ugye a fejlesztések során számos új dologra bukkantak, amik szintén további késéseket okoztak. Mind a két amerikai űrhajó újfajta mentőrendszert használ, folyékony hajtóanyagút, aminek a során beleütköztek pár újdonságba, és a tesztek során a Boeingnak is le kellett írnia egy szervizmodult, illetve a SpaceX-nak is le kellett írni egy komplett Dragont, mivel ott ez a kettő egybe van építve. Tehát ez is késést okozott, illetve az amerikai űrhivatal is előírt számos olyan módosítást, amelyeket ha összeadunk, akkor egy egyéves késést kiadnak. Mondhatjuk a dokkoláshoz szükséges szoftverek újraíratása, ami legalább egy 3 hónapot jelentett, akkor az ejtőernyők kell, ami történt, az is egy több hónapot okozott. Kiderült, hogy azok a fizikai, matematikai modellek, amiket az ejtőernyők viselkedésének a leírására használnak, azok nem pontosak, és az adatok alapján ezeket módosították, majd új ejtőernyőket terveztek. Ezek szintén mind vitték az időt,
másrészt pedig annyira láthatóan nem siettek, és ez szándékos is volt, hogy nem sietnek. A NASA elvesztett két űrrepülőgépet amiatt, hogy úgymond nyomás alatt voltak, hogy gyerünk indítani, és most kicsit a másik végletben vannak. Ugye az egyik véglet az, amikor a műszakiak azt mondják, hogy ne repüljünk, de ők repülnek. Most abban a végletben vagyunk, hogy a műszakiak azt mondják, hogy repüljünk, de még azt mondják, hogy még várjunk egy kicsit, még papírozzunk, még teszteljünk. Most egy kicsit ez van. És akkor ebből úgy gondolod, hogy ebből összejön az a 10 év, amit itt hát végeredményben elfecséreltek. Egy ilyen programot normál esetben 6-7 év véghez vinni. Azt gondolom, hogy a 10 év az nem 10 év, az 5 év. 2015-ben kezdték igazán fejleszteni az űrhajóknak a teherváltozatát, tehát azóta 5 év telt el. Ez nem túl hosszú idő. Az eddigi korábbi űrhajók azok mind sokkal hosszabb ideig készültek. De végül is az amerikai űrhajókkal történő emberes űrszállításban csak mutatkozott egy 10 éves szünet, hiszen hát 11 nyarán ment az utolsó űrrepülőgép, és hát jó, ha 21 elején mondjuk elindulnak, de majd erről még beszélünk. Hát én nagyon remélem, hogy 2020-ban elindulnak mind a kettő, a Dragon is, meg a Starliner, de valamit akartam. Hát először próbarepülésre, tehát majd a próbarepülés után jön az, hogy akkor beszállnak rutinszerűen a legénységváltásba. A Dragon már tervezi augusztus-júliusra a következő menetet, tehát a Nemzetközi Űrállomás 34-35. Legénységét 4 fővel megnöveli, hogy ott 3-an ne. Nem 34-35. 60-valahány. 63-64. 63-64. Expedíció, igen. Hát ha menni fog, hát először mondjuk május 7-ét kellene megvárni, hogy... Igen. A Dragon megye. Na akkor beszéljünk erről, hogy mi volt eddig, és ugye mi lesz a következő lépés május 7-én, és mik várhatók utána? Hát május 7-én várható a kétfős Dragon 2-nek a repülése. Azt tervezik, hogy esetleg 2 hétig maradnak ott, aztán utána július-augusztusban menne 4 fő, akik a Nemzetközi Űrállomás 3 fős legénységét. 4 fő? Lehet, hogy 3. Szóval mindegy, 6-ra fogják növelni a Nemzetközi Űrállomás legénységét, ha minden rendben megy, és úgy tűnik, hogy a Starliner az valószínűleg ősszel, én azt gondolom, hogy ősszel fog talán indulni először legénységgel, ilyen próbarepülésre. Gábor? Ugye az amerikai űrhivatal rendszeresen tartja a kapcsolatot az orosz és az európai űrhivatallal, és az adatok sokszor előbb jutnak tőlük vissza, mint az amerikai űrhivataltól. Tehát, ha jól tudom, az ESA felé a NASA egyszer egy május 7-ét kommunikál, egyszer egy május 20-át. Ezek mindkettő olyan dátum, hogy leghamarabb, tehát nem előbb, mint dátumok. Jelenleg szinte eldöntött ténynek látszik, hogy a Dragon 2 tesztrepülése a két űrhajóssal kiterjesztést kap. Még az nem tiszta, hogy 2 hétről 6 hétre vagy 3 hónapra terjesztik ki. Jelenleg az űrhajó indítási időpontját is azt határozza meg, hogy a személyzet a plusz űrállomás képzéssel mikorra végez. Ami még érdekes a legutóbbi beosztásban, hogy szinte rögtön a másik Dragont az űrhivatal a Test Dragon után indítaná, ami egy kicsit furcsa annak tekintetében, hogy milyen lassúak voltak az ehhez. Ez lenne a május 20? Nem, ez egy július-augusztus körüli időpont, amiről szó is volt. A Starliner első emberes repülését, ami fél éves repülés lesz, tehát szintén egy kiterjesztett repülésről van szó, azt jelenleg valamikor az év utolsó negyedébe teszik. Szóval nem is ősszel. És akkor... Hát az még részben ősz.
akkor azokkal az űrhajósokkal az alaplegénység egészül ki az űrállomáson? Vagy hogy, a csökkentett alaplegénység. Ez egy érdekes kérdés, hogy például az első Starliner 3 űrhajósa, akik között a Boeing berepülőpilótája is ott van, aki az utolsó űrrepülő küldetés parancsnoka volt mellesleg, hogy ők beleszámítanak-e az állandó személyzetbe, de ez pusztán egy bürokratikus kérdés, mert technikailag ugyanazt a munkát fogják végezni. Igen. Kérdezem? Mondjad, majd utána kérdezek. Akarom mondani, hogy a társaság nyilván tudja, hogy mind a két magánűrhajó, a Dragon is, meg a Dragon 2 is, meg a Starliner elvileg 7 személyes. A NASA a 7 szeméből csak 4-et kér, és 4-et is fizet. Ezek szerint a SpaceX-en egy ülés, az körülbelül 40 millió, hát lehet, hogy milliárd? Millió. Tehát 40 milliárd dollárba kerül, a Soyuzon pedig egy hely az, hát kereken 80 millió dollár, tehát fele annyiba fog kerülni a SpaceX. Kérdés, ezt most a Gábornak teszem fel ezt a kérdést, hogy a Starliner az miért 90 milliót kér egy ülésért? Sokkal drágább rakétát használnak. Ez a magyarázat. Tehát az Atlas abban a formájában, amivel a Starlinerrel használják, sokkal drágább rakéta, mint a Falcon 9-es. Sok 10 millió dollár. Na, majd ezekre a pénzekre még térjünk vissza. Térjünk vissza, mert erről én is szeretném, ha beszélnénk, csak előtte két dolgot még kérdeznék bármelyik őtöktől. Egyrészt, hogy mi várható a Sierra Nevada részéről, tehát a Dream Chaser-nek az emberszállításra való továbbfejlesztésére van-e remény, mert ugye ezt a Sierra Nevada nagyon szeretné, ha az ő űrrepülőgépét teherszállításról fölminősítenék emberszállításra. Van-e erre még remény addig, amíg az űrállomás létezik, vagy mi lehet itt a történet remény vége? Mindig van. A kérdés az, hogy kapnak-e erre megbízást, illetve hogy tudnak-e magánbefektetőt erre bevonni. Ugye említsük meg, hogy a Dream Chaser után nem véletlenül az Európai űrügynökség is fokozottan érdeklődik. Ugye pont akkora és pont azt tudja, mint a Hermes, szóval nem véletlenül. Így, ha esetleg az Európai űrügynökség részéről van hajlandóság, akkor a Dream Chaser akár egy Ariane rakétáról is indulhat. Szabad repülésben? Tehát űrállomástól függetlenül is? Inkább űrállomáshoz. És a másik, amit még az előzőhöz kapcsolódóan kérdeznék, hogy ugye a Starlinernek decemberben ez olyan fél siker volt, aztán kiderült, hogy még a fél sikernél is rosszabb volt a helyzet, mert még utólag kiderültek olyan problémák, amik a repülés alatt nem. Ez mennyiben veti vissza az egész programot, és fennáll-e a veszélye annak, hogy később is ilyenek még kibukkanhatnak? Ezek új űrhajók, rengeteg alkatrésszel, kockázat mindig van. Minél többet repülnek velük, annál több ilyen dolgot lehet felfedezni és megoldani, tehát egy módszer van, ezekkel az űrhajókkal repülni kell. Az más kérdés, hogy a jövőre várható rendszerben az űrállomás ezekből egyet-egyet igényel évente. Tehát a jövőben az űrállomás évente 2 Soyuzt és 2 amerikai személyi űrhajót fog igényelni, amelyikből az egyik, tehát egyik Dragon lesz, a másik várhatóan Starliner. Amit még az ülésekhez el kell mondani, hogy az amerikai űrhivatal tavaly megváltoztatta az ülések dőlésszögét hogy az űrhajókban, így az eredetileg 7 személyes a tervezett űrhajókból a Dragonon 4, a Starlineren maximum 5 maradt a NASA repüléseknél egészen biztosan. Tehát ezekkel kell kalkulálni, hogy hány ember mehet az űrállomásra, és mennyi nem. Annyit tudunk, hogy az első, ugye a Dragon tesztrepülés az 2 fős lesz, és a USCV-1, tehát az első hivatalos Dragonos űrállomás legénység szállítás, az ugye 3 fős, 2 amerikai és 1 japán űrhajóssal. Amit tudunk, hogy ugye a Starliner demo repülés az 3 amerikai űrhajóssal fog repülni,
Az első Starliner-es személyszállítás viszont várhatóan két amerikai, egy európai, valószínűleg a francia, és egy orosz űrhajóssal fog repülni, és várhatóan ez is fog maradni a rendszer, hogy adott időben bármelyik űrhajó is van fönt, egy orosz és egy amerikai szegmenshez tartozó űrhajósnak kell fennmaradnia, hogy karban tartson, üzemben tartson. Meg ugye cserélik is az űrhajósokat, tehát az orosz megy föl amerikai űrhajóval, és amerikai is fog fölmenni továbbra is Szojuzzal, mint eddig. Igen. Csak ez nem, ugye ilyen barter üzlet lesz, hogy pénz az ablakba. Az orosz űrügynökségnek ez ugye évi jövedelme 10%-á ezzel ki fog esni. Tehát ez nekik ez azért egy nagy érvágás ebből a szempontból. Ugye ameddig már az űrrepülő leállítása utáni években is a NASA fizetett külön Progress teherűrhajókat, tehát amikor évi 6 Progress ment, igen, akkor abból 2-t a NASA fizetett, és amikor évi 4 Soyuz ment, az is általában abból a 4 Soyuzból 2, az gyakorlatilag direkt NASA utalás volt a Soyuz gyártó felé, tehát a pénz a NASA-tól ment az orosz gyárak felé. Tehát ezt meg fogják érezni. A kérdés az, hogy mennyi űrturistát, illetve egyéb üzletet sikerül. Majd erre is visszatérünk, de most, ha már a pénzeknél tartunk, akkor összegezzük azt, amit eddig elmondtatok a pénzekkel kapcsolatban. Tehát ugye Szojuzzal 80 vagy 81 néhány millió dollár egy embernek az oda-vissza utaztatása. Ugyanez várható a Starlinerrel körülbelül, vagy egy kicsit több. 90, jó, tehát drágább egy kicsit. A Crew Dragon, az pedig mondjuk, hát nem egészen a fele, felénél egy kicsit több, tehát az ilyen 55. Igen? Na most befektetett ebbe a NASA 7 milliárdot indulásként. Ha 7 milliárdot ő be akarja hozni azzal, hogy a Soyuzhoz képest mondjuk nullát vagy mínusz 10 milliót az egyik űrhajón spórol, a másikon spórol 30-at, 40-et, akkor itt százával kéne még az űrhajósokat fölküldeni az űrállomásra, amire az elkövetkező, hát most ne jósolgassunk, de mondjuk maximum 8 évben alig ha van lehetőség. Akkor miért érte meg ez a NASA-nak? Azért, mert lett nemzeti űrhajó, vagy lett nemzeti büszkeség, vagy miért? A presztízs szempontokon kívül azt kell megemlíteni, hogy a nemzetközi űrállomás személyzetének a létszámát a két Soyuz 6 főre korlátozza re. Ami azt jelenti, hogy ha az orosz szegmensben 3 vannak, akkor az amerikaiben is 3 lehetnek. Viszont az amerikai szegmensben 4 fő az optimális a kutatásoknak, tehát az amerikai űrhivatal 4 főt szeret látni az amerikai szegmensben. Jelenleg ezt azért tudja megtenni, mert egészen idáig a Nauka modul késése miatt az orosz személyzet létszámát 3-ról 2-re kellett csökkenteni, így két Szojuzzal az amerikai szegmenst 4 fősen tudta a NASA 2017-től tartani. Ha azonban a Nauka modul fölkerül, akkor annak a beüzemelése egy űrhajós egyéves munkáját el fogja vinni, tehát kell a harmadik orosz. Ekkor viszont 7 fősre kell bővíteni az űrállomás személyzetét ahhoz, hogy az amerikai szegmens teljes gőzzel továbbra is dolgozni tudjon, és azt kell mondani, hogy azért az amerikai szegmensben tempósan, de folyamatosan annak a 4 embernek be van osztva az ideje, az orosz szegmens sokkal lazább, mert az orosz űripar jóval kevesebb kísérletet tud az utóbbi években följuttatni. Ha már említetted, akkor én kérdezem, hogy a Nauka modul, ami igazából őszintén szólva az első orosz tudományos modul, mert amik most fönt vannak, azok ilyen félig szolgálati, félig tudományos jellegűek. Hát ez a Nauka legalább 10 évet késik. Mikorra várható a Nauka startja? Jelenleg 2021 április. Sokan elnevezték úgy, hogy mindig 2 év múlva modul.
Ez az eredeti időpont 2014 április lett volna, de ez egy nagyon régi gyártású modul, még a Nemzetközi űrállomás legelső moduljának, a tartalék moduljának készült, és egy régi katonai szállítóűrhajón alapul. A lényeg az, hogy amikor ennek a reaktiválásáról döntöttek több év állomásosztatás után egy olyan hangárba, ahol beesett az eső többek közt, akkor reaktiválták és elkezdték felszerelni. A tényleges munka olyan 2010-11-kor indult, amikor a két orosz kis zsilip modul egymás után 8 éves szünettel felkerült. És a lényeg az, hogy olyan dolgokat találtak benne, hogy a teljes üzemanyagrendszert ki kellett dobni és újra kellett gyártani. Viszont szakember már nem nagyon volt hozzá, aki ezt csinálta, úgyhogy újra fel kellett találniuk a kereket sok esetben. Ez sok időt vett igénybe, még tavaly is gondolkodtak azon, hogy kidobják a régi üzemanyagtartályokat, de senki nem gyárt olyat, akkor helyettesítik mással, és aztán idén volt az, hogy nem, akkor mégsem, fölküldik úgy, ahogy van. Ott brutális dolgok történtek, ebben most nem akarok technikai... De azért lenni. Kockázata van ennek is. Legfeljebb az, hogy nem fog működni, de... Tehát ha valahogy felvergődik és dokkol, akkor onnantól már az azért működni fog, mert bizonyos rendszereit emiatt nem fogják használni, amiket terveztek. Tehát várhatóan a teljes üzemanyag rendszere deaktiválásra fog kerülni a dokkolás után. Eredeti tervek szerint plusz fúvókákkal részt vett volna az űrállomás irányban tartásában. Ez várhatóan nem fog megvalósulni. De a probléma a modullal, hogy a berendezései a Földön avultak el. Igen. Ez a legfőbb probléma, ezt majd pótolni kell. Hát igaz, a nauka az egy öreg eszköz, amin, mint ahogy Gábor mondta, állandóan ezt, azt, amazt cserélni kell. Elvileg arról volt szó, hogy már idén januárban fölmegy, de hát ezek szerint akkor még egy évet késik. A jó Isten tudja, hogy ebből a naukával mi lesz, és hogy fognak dolgozni rajta. De azért, ha azt nézzük, már az űrállomás is egy öreg eszköz, nem? Nem csak a jövőre fölkerülő nauka, hanem hát a többi most már vannak 20 éves modulok. Persze, így igaz. Ugye? A naukát a Zarya nevű egységből fejlesztették, hát az is régi. Hát az Zarya volt az első. Igen, 1998-ban az volt a legelső modul, és ugye az űrállomás végső élettartamát ennek a modulnak, tehát a nyomásálló testnek, az alumínium ötvözet nyomásálló testnek a végleges élettartama határozhatja meg. Ezt úgy becsülik, hogy olyan 30-30 valahány év lehet. A 2028-at az oroszok biztosra mondják, a gyár ennél persze sokkal kevesebb garanciát ad rá, de hát megvannak erre a képletek, meg a tapasztalatok, hogy mennyi idő alatt tesz tönkre egy adott méretű vastagságú fémszerkezetet fönt a sugárzás, és úgy gondolják, hogy 2028-ig talán még egy kicsit tovább is szerkezet bírni fogja. Azt szeretném mondani, hogy ha 2025-öt az oroszok is jóvá hagyják, akkor az a tervük, mármint az oroszoknak, hogy az orosz részt azt leveszik a naukával együtt, és majd csinálnak egy külön orosz űrállomást, a maradékot azt hagyják azoknak a cégeknek, akik hajlandók fizetni, és hajlandók fölvinni oda űrhajósokat, meg kutatóeszközöket. Technikailag ez megoldható, hogy úgy szétválasztják? Hát abszolút, ennek semmi elvi nincs. Akadálya nincs. Nem elvi, műszaki. Műszaki akadálya. Nincs műszaki. Munkoda megoldható. Én nem hiszem, hogy olyan rengeteg. Ugye ehhez az űrállomást a Zarya és a Zvezda között kell szétválogatni, ahol régen. Akkoriban ugye az űrállomás 20 éves, tehát a fiataloknak már ez újdonság, hogy akkoriban a dokkoló gyűrűkön kívül űrsétán dugdostak össze 10 megabites Ethernet kábeleket, hogy az űrállomás különböző részecskéi kommunikálni tudjanak egymással. Hát azóta már
számos alkalommal korszerűsítették kívül is, belül is ezeket, de csomó olyan dolog van ott űrsétán összedugva, amiket űrsétán is kell szétszedni, ahhoz, hogy az orosz szegmensnek azt a részét leválasszák, ami ténylegesen orosz tulajdon. Hát én nem tudom, hogy ott kell leválasztani, ahol a Gábor mondja, tehát a Zarja amerikai tulajdonú. Csak oroszok üzemelték. Biztos? Igen. Hát közösen finanszírozták. Oroszok gyártották, közösen finanszírozták. A jóisten tudja, hogy most kinek a tulajdona. Hát tulajdonképpen a Zarjától kezdve is el lehetne választani. Ha az oroszok mondanak valami összeget, hogy akkor az ők. Tehát onnan könnyebb lenne leválasztani, mert ott amerikai dokkolegysége van. Emlékeim szerint az amerikai űrhivatal a Boeingon keresztül intézte egy 287 millió dolláros szerződés volt ez, amit a NASA-n tehát a NASA a Boeingon keresztül utalt. Direkt a Hrunyicevnek, aki ebből építette meg effektíve a Zarja modult. Tehát a Zarja modul is, illetve a Zarja modulhoz csatlakozó Rasvet modul is alapvetően amerikai pénzből épült. Az is? Igen. A Rasvet is? Igen. Amit utána űrrepülő is vitt fel. Na jó, jó. Akkor látjuk, hogy az űrállomás még kiegészülhet ezzel a modullal, és akkor jó esetben ugye 28-ig vagy 28-on egy kicsit túl, mondjuk az évtized végéig még ez működgethet. Na most visszakanyarodva az űrhajókhoz, ugye te is mondtad, hogy hát az a jó, hogyha az űrhajókat minél többször használják, és nyilván akkor lesz gazdaságos ez a fejlesztés, ha minél többször használják. Most merült föl egy olyan ötlet, hogy a Crew Dragont azt föl lehetne használni fizető űrturisták röptetésére. És akkor egy elég merész ötlet merült föl, ahol ugye a díjszabás az körülbelül abban a nagyságrendben lenne, mint amennyire ők az űrállomásra fölvisznek és visszahoznak egy űrhajóst, de itt csak 3-5 napos repülésekről lenne szó, 4 fizető űrhajóssal, 4 úgy mondjam civillel vagy amatőrrel, hivatásos űrhajós nélkül, és egy véleményem szerint meglehetősen veszélyes pályára. Hogy látod ennek a technikai részét, és aztán az anyagi részét, és aztán térjünk rá a sugárveszélyre is? A késői Gemini repülések, igen, például amelyik 2 agénával randevúzott, John Youngék Gemini repülése, hasonló pályán repült. Pár napig ez nem okoz gondot, illetve amit még számításba kell vennünk, hogy ezek milyen hajlásszögű pályák. Ugye alapvetően az űrállomásra 51,6 fokos pályahajlásszögre indítanak. Ha ezen a pályahajlásszögön mennek, akkor azért a Van Allen nevezetek legsűrűbb egyenlítői részeit ki lehet kerülni a távolponttal. És hogyha magasra akarnak menni, akkor az üzemanyag készlet korlátozottságából adódóan egy olyan ellipszis pálya a kézenfekvő választás, aminek viszonylag alacsonyan van 200-300 kilométeren a Föld közelpontja, és akár 7-800 kilométeren, vagy még távolabb a Föld távolpontja. Ez... Hát ők ezt hirdetik, igen, a honlapjukon, tehát a Gemini 11-et hirdetik mintaként. A Dragon az egyetlen a 3 közül, aminek az üzemanyag készlete ezt lehetővé teszi. Tehát sem a Soyuzzal, sem a Starlinerrel ilyen trükköt nem lehet megcsinálni, csak ugye a Dragont eredetileg rakétás leszállásra tervezték, így ennek megfelelő az üzemanyag készlete is. Tehát futja. Tehát te úgy látod, hogy az 1300 kilométerig fölemelkedő pályán is el lehet kerülni a sugárveszélyes részeket, illetve 5 napig ki lehet bírni. 3-5 napig. 3-5 napig, hát igen. Természetesen a naptevékenységet figyelni kell. Tehát, hogyha valamelyik szondánk napvihart detektál, akkor mit halasztani kell? 1-2 héttel, ez nyilvánvaló. Igen, hát most ugye éppen alacsony naptevékenység van. Jó, van alacsony, de a következő években megyünk a naptevékenységi maximum felé. Én azt kérdezném a Gábortól, meg tőled is, de hát inkább a Gábor válaszoljon, hogy NASA-nak miért érte meg azt, hogy egy dupla összeggel repüljön a Starlinerre? Értem, amit mondott a Gábor, hogy a
hordozórakéta az drága, de volt ott egy másik hordozórakéta is, és egyszerűen az Elon Muskon lehetett volna kérni egy Falcon 9 hordozórakétát, arra építeni a Starlinert, és akkor mindjárt fele annyiba került volna. A Starlinernél szempont volt, hogy mind a Falcon 9-ről, mind az akkor még üzemben lévő Delta 4-ről is üzemeljen az Atlas mellett. Delta 4 drágább? Igen, és a Delta 4 már nincs, tehát már csak a nehéz változat repül. Viszont nem csak az volt a szempont, hogy, tehát az volt a szempont, hogy mindenből kettő legyen. Kettő űrhajó, két különböző hordozó rakétán, hogyha bármelyik hordozó rakétával történik valami, vagy bármelyik űrhajóval történik valami, akkor helyettesíthető legyen. Magának az űrprogramnak is ez volt az egyik motorja, hogy amikor az űrrepülőt kivonták, minden az egy darab Szojuzon függött, és 2018. októberre óta tudjuk, hogy ennek szintén megvannak a maga kockázatai, ugye amikor a Soyuz MS-10-nek az indítása sikertelen volt, és a személyzet kényszerleszállással gyorsan visszatért. Másrészt évek óta tehát két komoly faktor játszott abban szerepet, hogy 2014 után tényleg elkezdték komolyan gondolni az amerikaiak ezt a személyszállítást. Az egyik az, hogy érkeztek a jelentések, hogy az orosz űriparban egyre rosszabb a szakemberhiány, egyre szivárok felfelé a magasabb prioritású területek felé, és a legmagasabb prioritás az ugye az emberes. Tehát az addig végtelenségig megbízható progresszek elkezdtek meghibásodni. Aztán jött ez a Soyuz meghibásodás. Tényleg olyan okok miatt, amiket azért, tehát hogy egy elhajlott alkatrészt bezsíroztak és összetoltak erővel, mert ez volt a parancs. Azért ilyen okok miatt ez volt az egyik. A másik pedig, hogy nekik is azért szükség volt egy befektetésre az iparukban. Ugyanis az amerikaiak nem csak megbíznak valamit azzal, hogy szállítson az űrállomásra, hanem befektetnek a saját űriparukba ilyenkor. Amikor megbízták a SpaceX-et azzal, hogy dragonokat vigyenek a nemzetközi űrállomásra, abból a pénzből a SpaceX felhúzott egy olyan kapacitást, amivel 2018-ra ki tudta venni az oroszok kezéből a kereskedelmi műholdszállításokat. És az emberessel is ez egy távoli cél, hogy befektessenek egy olyan személyszállító szektorba, ami vissza tudja tenni Amerikát, az Amerikai Egyesült Államokat a játékba, és a jövőbeli űrturista utakhoz is egy alapot adjon, és lehet látni, hogy azért a vállalatok egy része, aki ebben a személyszállításban van, ezekből a pénzekből olyan fejlesztéseket valósít meg, amik további képességnövekedéseket biztosítanak az amerikai rakétaiparnak és amerikai űriparnak. Hát meg ilyen képességnövekedés ez, hogy turistákat fölvisz. Igen. Hát ugye, és azzal ő pluszbevételre tesz. A Szojuzzal, igen. Most már az amerikaiak is beszállnak ebbe. Mondd, András, mert még én... Azt akartam mondani, hogy ugyan magánűrhajókról van szó, de azért mind az USA, mind pedig az oroszok fejlesztenek még egy űrhajót, egyrészt az Orion űrhajót, ami majdnem kész van, és az oroszok egy SAS nevű, Arion nevű űrhajót, ezek hasonló kapacitásúak, és a tervek szerint mind a kettő a Holdhoz menne. Ez az Arion 2000, talán 2024-ben elindul űrhajósok nélkül, aztán a következő évben űrhajósokkal, és olyan 2030 környékén talán ez az Ariol elvisz űrhajósokat a holdi űrállomásra, ha megépül a holdi űrállomás. Hát ez most egy elhatározott cél, hogy épüljön. De hát ez nem magánalapú, hanem állami alapú. Na még a turista utakhoz visszatérve, mennyit látsz reálisnak ezekből? Tehát mi az, amire fizetőképes kereslet lehet? És mi az, ami technikailag lebonyolítható, hogyha így négyesével fölviszik az embereket? Ez fokozatosan fog fölépülni. Egyelőre az elkövetkezendő 4-5 évben nagyságrendi ugrás nem lesz ezekben.
tehát egy vagy két kézen megszámolható ember mennyiség lesz az, amit a kereskedelmi úton szojuzok és dragonok összesen fel fognak juttatni. Ez a későbbi időknek a, tehát a 2025 utáni időkbe fog esni az, amikor ez fölfuthat, és nem feltétlenül ezeken az űrhajókon fog felfutni. Hát annál is inkább, mert azért a Dragonba a négy emberre jut kevesebb, mint 10 köbméter beltér, ugye? Igen, ez nem nagy, ez pár napig viselhető el. Hát igen, éppen csak, hogy... Viszont ugye, amit meg kell említeni, hogy a nemzetközi űrállomás után is lesz jövő, tehát ugye az amerikai űrhivatal az űrrepülő után először úgymond kiadta alvállalkozásba a teherűrhajókat, aztán kiadta alvállalkozásba a személyűrhajókat, és a nemzetközi űrállomás után kiadja alvállalkozásba az űrállomásokat is. Ugye az Axiom Space-t nemrég kiválasztották, hogy ő lehet az, aki a nemzetközi űrállomás egyik moduljához kapcsolódóan elkezdheti a saját kereskedelmi űrállomásának a kiépítését is, amire szintén ezeknek az amerikai vállalatoknak az űrhajóit és teherűrhajóit fogja igénybe venni. És várhatóan a nemzetközi űrállomás után az amerikai űrhivatal is ezeket az űrállomásokat fogja igénybe venni, vagy ezt az űrállomást fogja igénybe venni. Amelyik ugye műszakilag már a teljesítő képessége határára jut. Így igaz. Nem? Hát bizonyos szempontból igen, el is avul sok mindenbe. Tehát a nemzetközi űrállomás mind amerikai, mind orosz részét számos olyan elem alkotja, amiket még a múlt század, ugye már arról beszélünk, a múlt század 80-as éveinek az elején terveztek, és a 80-as éveinek a végén, 90-es évek elején gyártottak le. És már nagyon érdekes összefonódások vannak, amikor ahhoz a régi hardwarehez új dolgokat illeszgetnek. Tehát az már azért amit vagy kompatibilisek egymással, vagy nem, ugye? Hát ez a feladat, hogy oldják meg, de érdekességként el lehet mondani, hogy az utóbbi pár évben például azt a sávszélességet megnégyszerezték, amivel a nemzetközi űrállomás kommunikálni tud lefelé. Ez jelenleg 600 megabit. Egy dél-koreai játékos ez a 600 megabit különösebben manapság már nem hatna meg, de amikor ez pár évvel ezelőtt 150 megabit volt, akkor az még úgy erősnek számított. Összehasonlításképpen talán a SDO, ugye, ami a napot nézi HD-ben, annak van talán 160 megabitja, amivel folyamatosan lefelé sugároz. Az orosz részegység kommunikációja viszont a szojuzokban levitt merevlemezeken és SD kártyákon alapul, elsősorban még mindig. Na jó, hát én köszönöm szépen, és akkor zárjuk azzal ezt, hogyha egyetértetek vele, ugye, hogy most úgy néz ki, hogy a teherszállítás az rendben van, bár magánűrhajókról beszéltünk, azért a teherszállításnál említsük meg azt, hogy az Európai űrügynökségnek volt 5 teherűrhajóval egy jelentős hozzájárulása, hiszen azok több terhet tudtak fölvinni, mint a többi közül. Igen. Bármelyik, ugye, mert az ilyen 7-8 tonna körül volt. Kicsivel több, mint 7 tonna, ott a nagy része üzemanyag volt, akkor az űrállomás még nagy volt, úgy volt nagy, hogy alacsony pályán keringett, tehát sok üzemanyag kellett, és ezt az ATV tudta biztosítani, és meg is látszik az amerikai teherűrhajók mennyiségén az ATV kivonása. Tehát amíg az ment, addig kevesebb amerikai teherűrhajó ment arányosan. Igen. Igen. Tehát minden esetre most akkor a magánűrhajókkal ez lebonyolítható, és a személyzet cseréje is lebonyolítható, és aztán az ISS utáni jövőről, meg az űrturizmusról majd esetleg akkor beszélgetünk egy hasonló rendezvényen, hogyha azok majd repülnek és elindulnak, de minden esetre visszakanyarodtunk ugye itt a végén az űrturizmusig, amivel elkezdtük, amire már 10 éve várunk, hiszen a Spaceship One-nak az Ansari X díja óta várjuk, hogy mikor lesz ebből valami, és visszakanyarodtunk ezzel az utolsó turista ajánlattal ahhoz a Space Adventure-höz, amelyik a fizető űrhajósokat, az úgynevezett űrturistákat vitte föl a nemzetközi űrállomásra.
Én nagyon szépen köszönöm az Asztronautikai Társaság nevében a közreműködéseteket, önöknek a figyelmét, és akkor egy rövid szünet után elkezdődik a HSpace konferencia. Köszönöm szépen!